A KDN Live-ban talán a legkönnyebben elkészíthető szövegeffektus az írógép effektus, azaz úgy fog kinézni a szöveg, egy hosszabb szöveg, azt érdemes így megtenni, mint hogyha éppen akkor gépelnénk be. Én egy kicsit előre dolgoztam, csináltam egy színklipet, ő lesz a videónk, amit feliratozni fogunk, elhúzom ilyen hosszúságra, hogy különböző dolgokat be tudjunk mutatni. Itt látható egy ilyen középszürke hátteret kapott, igazából itt a videónak a helye van, amit feliratozni szeretnénk. A címklipet, azaz a szöveg dolgot itt kapjuk meg, rákattintunk, és címklip hozzáadása, és megjelenik a későbbiekben látható panel. De hogy ne kelljen sokat irogatni, másolgatni, szerkezgetni, elkészítettem, azaz rákattintok, és megjelenik a beállítási panel. Erről a beállítási panelről igazából sok mindent nem tudok elmondani, mert annyira egyértelmű, hogy igazából gondot nem jelenthet a használata. T betűre kattintunk, és oda kattintunk a területen, ahova szeretnénk a szöveget elhelyezni, és elkezdünk írni. Én már elkészítettem, hiszen ez egy hosszabb szöveg, és nem volt kedvem itt szerkezgetni. Lényeg, jobbra, balra, le, föl tudjuk igazgatni. Ez nagyon kényelmes, mert amit látunk, és ha be is kapcsoljuk a háttér megjelenítését, akkor látjuk, hogy hova kerül a háttéren, a videón a szöveg, azaz szépen be lehet állogatni, mozgatni, egyéb. Nyilvánvalóan a színezés, egyebek az olyan, amilyen neked tetszik, erről igazából nincs mit mondanom. Az árnyékolás, szerintem egy ilyen írógép effekthez nem kell árnyékolás, de a szöveget tudod árnyékolni is, erről már volt szó, de lelapozunk ide, legalúra, és ez egy viszonylag új lehetőség, a typewriter effekt, azaz az írógép effektus be kell pipálni, mert alapesetben természetesen nincs, hiszen a címklipeket nem jellemzően így készítjük el. A léptetési távolság, azaz hány kockánként, hány képenként váltson egy-egy betűt, azaz milyen gyorsan írjon, itt tudjuk beállítani. Ezt kísérletezéssel lehet megállapítani, hogy az adott szöveghez, adott videóhoz mi jó. Itt gyakorlatilag én a kettest állítottam be előző videón. Ennyi volt, ez volt a kettesnek az oka. Van a sebesség, azaz fel tudod egy kicsit gyorsítani, hogyha szeretnéd, illetve a variáció, hogy ne folyamatosan egyforma két kép kockánként jelenik meg egy betű felkiáltása, hanem egy picit mozogjon ez a távolság, mintha valóban írógéppel írnál, ott se egyenletesen tud az emberek 99%-a gépelni, ezeket be lehet állogatni, össze lehet hozni szépet, ha csak annyi kell, mint amennyit én itt bemutatok, hogy egy szöveg megjelenjen egy háttér előtt, és az ne egy uncsi szöveg legyen, hogy előugrik, ott a kész szöveg, eltűnik, ennyi, hanem egy kicsit mozgalmasabb legyen, egy kicsit feldobottabb legyen, a témához, a szöveghez jobban illeszkedő legyen, akkor bizony ezt meg lehet tenni ezekkel a beállításokkal. Több beállítási lehetősége is van, nyilvánvalóan itt mindenki sejti azt, hogy karakter, tehát betűnként fogja a leütéseket csinálni, szavanként fog megjelenni. Ebbe is van ráció, egy hosszabb szöveg, mondjuk az, hogy betűnként jelenik meg, az nem annyira érdekes, de amikor már esetlegesen szavanként jelenik meg, az izgalmasabb, illetve soronként jelenjen meg. Mind a hármat lehet használni. A karakter megjelenítés valóban azt az érzést adja, mint hogyha épp akkor gépelné be az ember, a szó, illetve a sor megjelenítés már egy kicsit gyorsabban dobálja fel a szövegeket, illetve van itt egy negyedik inaktív, ami még nem készült el, a leírás szerint itt saját magunk tudjuk ezt majd szabályozni, de ez még nincs beépítve a rendszerbe, pedig jellemzően én mindig a legújabbat használok, tehát van még hova fejlődni, és vannak még lehetőségek. Oké, elkészítettük, beszerkesztettük oda, ahova szerettük volna, és elkészült a címklip. A címklipnek van egy neve, általában a szöveg első pár karakterét kapja meg, azt megkeressük és ráhúzzuk az idővonalra. Sejthető, de beszeretném mutatni azt, hogyha ráhúztuk, akkor ez gyakorlatilag valahogy így működik. Itt oldalt lehet látni, ide tettem.
és vége. Ops, ez így valahogy nem jó, hiszen nekünk azért több szövegünk volt, és jobb lett volna, hogyha ez megjelenik, vagy legalábbis látjuk. Nyilvánvalóan, hogyha rövidebb idő a címklipnek a hossza 5 másodperc az alapbeállítás, természetesen ezen tudsz változtatni a beállítás panelba, hogy hosszabb idő legyen mondjuk egy klipnek, egy ilyen elkészített címklipnek, egyébnek az alapértelmezett ideje, de megmaradtunk az 5 másodpercnél, én is ezt használom. Ez így nem jó. Gyakorlatilag ebből le lehet vonni, hogy ha húzzuk, hosszabb időre vesszük a klipet, akkor természetesen az egész szöveg is megjelenik, és akkor már nem lesz ilyen problémánk. Ide léptetek, hogy lássátok, hogy az egész szöveg is megjelenik, amikor véget ér, akkor még nem jelent meg, akkor még húzunk rajta, meg a háttéren is húzunk, és akkor meg fog jelenni, és amikor vége van a szövegnek, ezt figyeljétek meg, amikor vége van a szövegnek, nyilvánvalóan nem történik más, mint odáig, amíg a klipnek vége nincs, stabilan áll ez a kiírás, és nem visszaszedi, vagy mást ír oda, vagy egyebet csinál, hanem stabilan megmarad. Ilyenkor természetesen érdemes egy kis áttűnést, vagy levezetést tenni, hogyha vége van, és akkor úgy szépen el fog tűnni. Szerintem ez egy nagyon pofás megoldás. Arra kell figyelni, hogy a klip hossza ne legyen rövidebb, mint a kiírandó szöveg, vagy gyorsabbra vesszük a kiírásnak a sebességét, a sebességet följebb emeljük, és akkor gyorsabban lepörögnek a kiírásos betűk, és akkor előbb vége van, és akkor stabilan ott marad. Ahogy lehet látni, nem egy nagy agysebészet, nézzük is meg ennek a klipnek a másik beállítását, most ne betűnként, hanem szavanként jelenjen meg, és upgrade-eljük a szöveget, elmegyünk az elejére, és látjuk, hogy a szavankénti megjelenítés gyors. Miért? Itt azért tűnik gyorsabbnak a megjelenítés, mert természetesen nem egy karakter jelenik meg ugyanabban az időben, hanem egy szó. Ennél még gyorsabbá is lehet tenni természetesen, akkor visszamegyek az elejére, és meghívjuk ezt a beállító panelt, lejövünk ide, és a sorokat állítjuk, és upgrade-eljük a klipünket, és lehet látni villámgyorsan. Mind a hármat jó szívvel lehet használni, hiszen nem egy csúnya effektus, nem csili-vili dolog. Egyszerű, gyors és nagyon könnyen elkészíthető effektus feldobja a videót. Ennyi, gyakorlatilag a világ legegyszerűbb effektje, villámgyorsan elkészíthető. És a KDN Live-ba természetesen ez már gyárilag bent van, és jó szívvel ajánlom mindenkinek.